Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió Zöld úton című környezetvédelmi magazinjában ezúttal az őszi hónapok egyik veszélyes jelensége a mustgáz, valamint az éghajlatváltozás kerül a középpontba. A részletekért tartsanak velünk ma is! Szüret idején kiemelt figyelmet kell fordítani a pincékben keletkező mustgázra. Érdemes megtenni a megfelelő óvintézkedéseket, hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. A szőlő erjedése során keletkező színtelen, szagtalan gáz kiszorítja a helységből a levegőt. Amennyiben valaki belélegzi a széndioxidot és nem sietnek a segítségére, meghalhat. Vannak azonban módszerek és eszközök, amelyekkel elkerülhetőek a tragédiák. Fogom és itt bedugom a hosszabbítót magába az elosztóba. Áram alá helyezi a ventilátort Sümegi Dragán borász. Ez az első mozdulata, ahogy megérkezik a Báczentgyörgyi borüzembe, miután kinyitotta az ajtókat és az ablakokat. Ezt követően 5 percig nem lép be a helyiségbe. A szőlő erjedése során keletkező mustgáz miatt van ezekre az óvintézkedésekre szükség, magyarázza. Nálunk nem történik pincében erjesztés, direkt azért, mert fiatal kisrácskoromban egyszer megfáztam egy ilyennel, hogy levittünk egy 200 literes hordóba fehér mustot, és utána le kellett mennem bort tölteni ahhoz, hogy haza tudjunk vinni bort. Miközben ott eljött a hordó, az olyan gáz képződést okozott és idézett elő, hogy probléma forrás volt. Jelenleg a cserszegi fűszeres erjed a tartályokban. A présházban szellőztetéssel és egyéb módon védekeznek a mustgáz ellen. Van egy hátsó tolóventilátor, ami az alattam lévő eresztési aknából, amely úgy, hogy a tartályoknak a szájához, hogy hozzá lehessen férni, azért van kialakítva, hogy ne kelljen lefeküdni a földre, és ezáltal maga a mélyebb részeken megáll a gáz, mert nehezebb, mint a levegő, ezért megáll. Ezért folyamatosan egy ventilátor rá van állítva, hogy a gáz tolja kifelé, és az ablak és az ajtó azért van nyitva, hogy kereszthúzatot csinál, és így megy ki belőle nálunk, a gáz így megy ki a helyiségből. Sümegi Dragán azt mondja, a pincékben még mindig a jól ismert gyertyás módszert szokták alkalmazni a boros gazdák. Ilyenkor egy lapátra helyezett mécsest, gyertyát kell tartani lábmagasságban. Dunántúlon úgy oldották meg a présházban való eresztés, hogy kifelé lejtenek a présházak, ezért, hogy a présházon alul alkalmaznak egy pici rést, amit tudnak nyitni a gazdák, akkor gyakorlatilag a mustgáz kiesik a magából a présházból, gördül kifelé. Amúgy, hogyha lejt a talaj a hegyvidéken, akkor gördül kifelé a mustgáz. A pincék is úgy vannak megépítve, hogy bentről lejtenek kifelé. És nyitva hagyták az ajtókat, és ezáltal a mustgáz távozni tud. Na most a pincébe elszívókkal tudunk védekezni a mustgáz ellen, vagy mondjuk azt nem tehetjük meg, hogy nem megyünk le, de ugye, hogy az elszívó működik, akkor folyamatosan gyertyát teszünk le lépcsőről lépcsőfokra a minél lejjebb, és ahol a gyertya elalszik, ott nincs oxigén, itt tudunk ellene védekezni. A mustgáz kiszorítja a levegőt a helyiségből. Ez a legfőbb veszélye, mondja Jakigy Ágota, a Bajai Tűzoltó Parancsnokság tűzoltó főhadnagya. A mustgáz belégzés bizonyos koncentrációban már fontos életfolyamatokat befolyásol. A széndioxid belégzése egy oxigénhiányos állapotot eredményez, ami a központi idegrendszerre hat. Ennek tünetei a fejfájás, szédülés, hányinger, illetve a mentális zavar. Ez utóbbi, ami különösen veszélyes, mert ha mustgáz belélegzett ember még fizikailag képes is lenne elhagyni a helyiséget, a szellemi funkciók zavarra megakadályozza ebben. A katasztrófa védelem szerint ajánlott néhány alapvető szabályt betartani. Legfontosabb a pincék megfelelő szellőztetése, illetve a hordók minél nagyobb térben történő elhelyezése, illetve praktikus lehet egy széndioxid érzékelő felszerelése is. Fontos tisztában lenni azzal, mi a teendő, ha valaki rosszul lesz. A bajba jutott személy mentését biztonságosan csak légzőkészülék használata mellett lehet megoldani. Azonban, ha nincs idő megvárni a légzőkészülékkel érkező tűzoltó kollégákat, akkor a bajba jutott személy mentését mindenképpen több ember végezze úgy, hogy a mentésre irányuló, egy induló személy hóna alá egy kötelet kötnek, így a felszínen maradók ki tudják húzni, hogyha esetleg baj történik. Egy nagy lélegzetvétellel próbálja meg a mentést, hogyha elfogyott a levegője, akkor azonnal induljon vissza. Magyarországon évente 40-50 ilyen esethez riasztják a tűzoltókat. Az esetek többségében már azonban nem tudnak az embereken segíteni, mert nagyon gyorsan létrejön a mérgezés, az eszméletvesztés és beáll a halál. Ezért fontos az elővigyázatosság.
Az éghajlatváltozás napjainkban egyre nagyobb szerepet kap. Egyre több ember számára fontos az, hogy milyen világot hagyunk hátra a jövő nemzedéke számára. A megelőzés, az együtt gondolkodás, valamint a tényleges cselekvés már a létfontosságúvá vált. Az éghajlatváltozásról és annak hatásairól Goda Zoltánnal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának kutatójával beszélgettünk. Köszönjük szépen, Zoli, hogy fogadtál bennünket itt az egyetemen. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Ugye hát korunk aktuális témája, egyre többet foglalkozik vele a média, egyre többet foglalkozunk vele, mint civil emberek is, az maga az éghajlatváltozás is, illetve ennek következményei. Az éghajlatváltozás az nagyon összetett téma, ezt tudjuk. Számos problémával találkozunk ezzel kapcsolatban. Mégis az lenne az első kérdésem hozzád, hogy mi az, ami a legeslegnagyobb probléma jelenleg e tekintetben? Nekem az én véleményem az, hogy igazából ennek az egésznek a kiszámíthatatlansága. Tehát egy olyan eseményeket élünk meg, olyan éghajlati eseményt élünk meg, amire tulajdonképpen az emberi civilizáció történetében még nem volt példa. Ugye az éghajlat ez sosem egy állandó dolog, vannak benne lehűlések, felmelegedések. Most, ami igazán, hogy úgy mondjam, szokatlan, ez az éghajlatváltozásnak a dinamizmusa. Tehát ilyen gyors felmelegedés, ahogy gyakorlatilag az elmúlt 120 évben ez a közel másfél fok átlag hőmérséklet emelkedés. Ilyenre, amióta az ember figyeli az időjárást, azóta biztos nem volt példa, de régebben is voltak ennél sokkal melegebb időszakok is a föld történetek során, de igazából az átmenetnek a sebesség az, ami nagyon sokat számít. A térségre vonatkozóan mit tudsz mondani? Itt azért itt is tapasztalhatunk ugye özönvízszerű esőzéseket, amik eddig nem feltétlenül voltak jellemzőek a környékre, vagy a rendkívül a szájos időszak, hogy mik azok a radikális változások, amik eltérnek a normálistól így az utóbbi években? Hát ugye Magyarországon is elsősorban olyasmi jelenséget tapasztalhatunk, amit globálisan is. Tehát például Magyarországon a hőmérséklet emelkedése, az nagyjából megegyezik a globális átlaggal. Tehát mi is Magyarországon 1900 évek eleje óta mérik hivatalosan Magyarországon a hőmérsékletet, körülbelül 1,3 fokot emelkedett az átlag hőmérséklet Magyarországon. Itt konkrétan a mi térségünkben is tapasztaljuk ezt a melegedő időjárást, illetve az ehhez kapcsolódó szélsőségeket. Ugye itt nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy ez 1,3 fok, ez nem arról szól, hogy akkor kicsit jobban kell a légkondit nyáron üzemeltetni, hanem ez bizony további szélsőségekhez vezet, láncreakciókat indíthat el. És hogy az elmúlt években tapasztalhattuk ezeket a hosszú aszályos periódusokat, tapasztalhattuk ezeket az özönvízszerű esőzéseket, ezek valahol mind ehhez kapcsolódnak. Azt azért nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy maga a szélsőséges időjárás az nem köthető össze egy az egyben az éghajlatváltozással, hiszen ezek mindig is előfordultak régen is. Igazából a gyakoriságuk és az intenzitásuk az, ami kifejezetten az éghajlatváltozáshoz kapcsolható. Hova vezethet ez a jövőben egyébként? Tehát mennyire megjósolható az, hogy mi vagy mikor lesz ennek következménye? Hát ezt nagyon nehéz erre válaszolni. Jelenleg is kutatók 10 000-ei dolgoznak azon, hogy megpróbáljanak valamiféle predikciókat a jövőre vonatkozóan létrehozni. Szuper számítógépek futtatnak mindenféle modelleket, meteorológiai modelleket, amik megpróbálják meghatározni, hogy hogyan változik az éghajlatunk. Igazából az a legfőbb probléma, hogy az éghajlatváltozás egy borzasztóan kaotikus rendszer, rendkívül sok változóval. Ha le tudnánk írni a pillanatnyi állapotát az éghajlatnak és az időjárásnak, akkor tudnánk belőle tökéletesen megjósolni, hogy mi lesz holnap. De annyira összetett és annyira szertágazó ez a rendszer, hogy nem tudjuk tökéletesen leírni a pillanatnyi időjárást és éghajlatot, ezért nem tudunk tökéletes előrejelzéseket sem készíteni. Hát vannak tulajdonképpen arra vonatkozóan, hát inkább csak jóslások, mert azért tényleg ez nagyon sok mindenre múlik, ez valószínűség számítást valójában, hogy hogyan változik az éghajlatunk. Az várható, hogy ezek a szélsőségek ezek még inkább gyakoribbak lesznek, és még tartósabbak lesznek, tehát valami ilyesmire kellene felkészülnünk. Ugye azért nagyon
nagy fókusz került arra, vagy kerül arra ebben a témakörben, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása az mekkora mértékű, és hogy egyébként ez is milyen sok mindent függ. Te hogyan látod ezt, vagy mit tudsz ezzel kapcsolatban mondani? Igen, az üvegházhatást azt gyakran negatív színben szokták mostanában emlegetni. Hát hozzá kell tenni, hogy üvegházhatás nélkül élet sem lenne a Földön. Ugye nagyon fontos fizikai jelenség a bolygó légkörének az üvegházhatás. Ha nem lenne, akkor olyan mínusz 17 fok lenne az átlag hőmérséklet a bolygónkon. Hát ez nyilván nem lenne számunkra élhető. Úgyhogy nagyon fontos, hogy van üvegházhatás, ez az életnek az egyik feltétele. Ami problémát jelent, hogyha az üvegházhatás eltér a normálistól. Az is rossz, hogyha sokkal kisebb, de az is rossz, hogyha sokkal rosszabb. És most, mivel az üvegházhatások gázoknak a koncentrációja az folyamatosan emelkedőben van, ezért az üvegházhatás is fokozódik. Tulajdonképpen jelenleg, ha nem lenne emberi hatás a Földön, akkor is azt tapasztalnánk, hogy egy melegedő éghajlatban vagyunk, hiszen egy jégkorszakból jövünk kifelé most már 12 ezer éve, és amit az ember hozzátesz ehhez az egészhez, az ennek a sebessége. Tehát maga az üvegházhatásnak a fokozódása, és ugye ennek az egész változásnak a sebessége. És ez az, ami túl gyors. Ez az, amihez nem igazán tud alkalmazkodni a természet. Neki az egy 100 év alatt ilyen változás, az sok lehet. Több ezer év alatt hozzászokna, de ilyen sebesség mellett ez nehéz. Az ember a tevékenységéből adódóan jelentős mennyiségű széndioxidot bocsát ki, és ez is hozzájárul, nem mondható, hogy csak a széndioxiddal van a baj, de hozzájárul az éghajlatváltozáshoz. Hasonlóan még a metán és a közönséges vízpára, azok is üvegházhatású gázok. De mindenképpen fontos lenne a fogyasztásnak a visszafogása. Tehát a széndioxid kibocsátás az összeköthető a fogyasztással. Nem csak arról van szó, hogy autókkal járunk, és akkor annak a kipufogó gáz a széndioxid. Széndioxid az gyakorlatilag az összes tevékenységünk. A ruhaipar, az elektronikai iparnak óriási nagy a szénlábnyoma, a széndioxid kibocsátása. Tehát a fogyasztásunkat tudjuk mérsékelni, akkor az a széndioxid kibocsátásunkat is mérsékeljük. És hát egyébként, ha megnézzük, hogy élünk manapság, mindentől függetlenül is ránk férne egy kis takarékoskodás és visszafogottság. Hát ugye, ha csak nem az, hogy évente cserélem le a telefonjaimat, vagy éppen ilyen ruhát, olyan ruhát veszek folyamatosan, akkor ezzel mérsékelhető. Hogyan látod egyébként a szemléletformálást? Azért tényleg egyre nagyobb hangsúly terelődik erre. Van előre mozdulás szerinted? Hát nem elég. Az nem elég, mert úgy látom egyébként, hogy ma még mindig nagyon sok pótcselekvés van, amit így csinálnak az emberek, amik teljesen haszontalanok. Ilyenek is, amit egyébként szomorúan látok, hogy nagyon sokan megpróbálják meglovagolni ezt a hullámot, hogy éghajlatváltozás, meg felelősségtudat, meg minden. És van is erre már egy kifejezés, ez a zöldre festés, hogy amúgy olyan cégek, akiknek mondjuk óriási a szénlábnyoma, így ilyen látszat tevékenységet folytatnak, amivel ökobb, meg zöldebb színbe tüntethetik fel magukat, valójában teljesen hatástalan tevékenységeket végeznek ezzel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy a szemléletformálás már egészen kiskorban, iskoláskorban el kellene kezdeni, tehát mindenképpen onnan kellene kezdeni, és ebben a tekintetben viszont már látok pozitív változásokat. Tehát vannak olyan projektek is, ami kifejezetten ez a célja, hogy eljutassuk ezt az információt a különböző korosztályokba, az iskolákba, és egyébként úgy látom, hogy ők nagyon szívesen és lelkesen fogadják ezeket. Gondolom, te is beszoktad vinni a mindennapokba ezt a fajta szemléletformálást, ugye oktatóként esetleg, vagy kutatóként, de azért a közösségi oldalon is rendszeresen értesíted a lakosságot egyébként, főként a radikálisabb változásokról informálod őket. Van-e mögött egyébként egy ilyen jellegű szemléletformálási cél? Van, tulajdonképpen van egy ilyen küldetéstudat is bennem, hogy így fogalmazzak. De igazából mivel sokat foglalkozom meteorológiával, ezért gyakorlatilag minden nap megnézem az aktuális előrejelzéseket, hogy milyen idő várható. Hát ezt rendszeresen meg szoktam osztani a közösség oldalon azokkal, akiket ez érdekel az információ. De rendszeresen előfordul az is, hogy megpróbálom, hogy egy olyan
hogy posztokban, illetve posztok segítségével felhívni a figyelmet az emberekre, hogy mennyire sokféleképpen lehet nézni ezeket a témákat, akár ezt az éghajlatváltozás kérdését is, meg az egészet, hogy ebben nekünk hol van felelősségünk, hogy ne legyünk szélsőségesek, mert ez a téma se nem fekete, se nem fehér, tehát itt nem lehet valaki, hogy azt mondja, hogy csak az ember miatt van az éghajlatváltozás, de azt se lehet mondani, hogy egyáltalán nincsen éghajlatváltozás, tehát a szélsőségeket ebben a környezetben kerülni kell, mert itt tényleg valószínűségszámítás van, semmi más. És hogy egy kicsit szélesebb legyen az emberek rálátása erre a témára, hogy lássák azt, hogy tényleg valóban vannak ilyen változatok, és tényleg hordoz kockázatot, és ebben valóban az embernek valamilyen szerepe van, és hogy mindenképpen változtatnunk kell ezen, egyrészt a fogyasztási szokásainkon. Megmondom őszintén, ebben egy kicsit pesszimistább vagyok, mert eddig ebben viszont semmilyen pozitív tapasztalatot nem lehet látni. Tehát az ember nem hajlandó engedni a saját életmódjából, a saját életszínvonalából, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a szén-dioxid kibocsátásunkat mostanában nem fogjuk visszafogni. Akkor marad a másik oldal, hogy éljünk abban a levesben, amit magunknak főztünk, és megpróbáljuk úgy átalakítani egy kicsit a környezetünket, hogy élhetőbb legyen számunkra. Kicsit kitérnék arra a mérésedre is, most picit erre visszatérnék. Idén nyáron csináltál egy igazán érdekes mérést, ami egyébként Baja belvárosában történt. Kérlek, oszd meg velünk, aki esetleg nem látta, a nézők közül is, oszd meg, hogy hogyan végezted el ezt a mérést, és mi volt ezzel a célod, milyen eredményre jutottál? Az volt a célom, hogy rámutassak arra, meg felhívjam azt a figyelmet, hogy egy városon belül is mekkora különbségek adódhatnak hőmérséklet tekintetében. Ugye ezt szerintem bárki tapasztalhatta, hogy egy kánikulai napon áthalad egy letérkövezett téren, akkor ott sokkal melegebb van, mint hogyha utána elmegy egy parkba árnyas fák közé, tehát nyilván ezt mindenki tapasztalhatta a saját bőrén. De gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt meg tudnánk mérni. És különböző hőmérőkkel, talajhőmérőkkel, léghőmérőkkel, infrás hőmérővel, ilyenekkel méricskéltem körbe a várost. Ugye elmentem a főtérre, ott végeztem méréseket, lementem a Sugovica partra, a Petőfi-szigetre, tehát ezek a mindenki által jól ismert bajai helyszínekre. És hát az adódott, hogy egy igen jelentős különbség van valóban a főtéren, a Macskakövön mérhető hőmérséklet, és mondjuk egy Sugovica parton ott a vizes környezetben, egy árnyas fáknak a tövében. Hát ugye itt a főtéren a Macskakő az felmelegedett kb. 65 fok hőmérsékletre, kiválasztottam egy ilyen kánikulai délután. És ugyanebben az időpontban a Sugovica parton pedig nagyjából megegyezett a hőmérséklet a Sugovicájéval is, tehát ilyen 23 fokot lehetett mérni, tehát sokkal kellemesebb. És hogyha ezt látjuk, ezeket az exakt számokat, akkor ebből ezt tovább gondolhatjuk, és megnézhetjük, hogy hogyan kellene átalakítanunk a városainkat úgy, hogy élhetőbb legyen a hőmérséklet. Az elmúlt 20 év, 25 év az arról szólt, hogy ha valahol egy teret átalakítottunk, az biztos, hogy letérköveztük. Néha egy-egy fának hagytunk helyet, meg egy-egy fát, az még ritkább volt, hogy meghagytunk régi fákat, általában azt szokott, valamit átalakítunk, akkor mindent eltüntetünk onnan, és akkor majd hozunk újabb fákat, amik egyébként hát vagy elég nagyok ahhoz, hogy árnyékot vessenek, vagy pedig nem. Ugye ezt látjuk, hogy igazából ezt kéne, hogy sokkal inkább zöldíteni kellene a környezetünket, sokkal zöldebbé kellene tenni mindezt. Most nem feltétlenül a Szentháromság térhez nyúlnék először hozzá, hiszen ez egy védett műemlék jellegű mediterrán tér, annak olyan a stílus, tehát nem szedném fel a Macskakövet és parkosítanám be az egészet, de nagyon sok olyan hely van Baján, ahol még tovább lehetne zöldíteni, még tovább lehetne növelni az árnyékolt területeknek az arányát. És hogyha megnézzünk mondjuk egy légi felvételt Bajáról, akkor látjuk azt, hogy a háztetők azok, amik óriásan egy felületet adnak, és azok bizony ezek a betoncserepek, vagy akár az ajakcserepek is nagyon fel tudnak melegedni egy napsütéses, forró napon. Most már van lehetőség, és most már sok helyen működnek ezek a zöld tetők. Azok a tetők, amik tulajdonképpen egy árnyékolt tető, és ez közel sem melegszik annyira föl. Hát ugye problémát jelent az is, hogy ezek a hosszú, forró periódusokban most már hát nagyon sok háztartásban elérhetők a légkondicionáló berendezések, és ezek
dübörögnek egész nap, óriási nagy energiát fogyasztva. Ezt talán lehet, hogy ezt is kevesen tudják, hogy igazán nagy probléma az energiával újabban nyáron van. Tehát ilyen energia elosztási problémák, energiahiányos időszakok nyáron lépnek fel inkább, mint télen, főleg, hogy a teleink azok mostanában igazából elég enyhék. De nyáron, de sok légkondícióban berendezés bizony óriási nagy energiát, mennyiséget fogyaszt, és hogyha ha melegszik tovább az éghajlatunk, hát nem az lesz a megoldás, hogy még inkább üzemeltetjük ezek a légkondíciókat, inkább vissza kéne fogni ezeknek a használatát. Tehát valahol arra lenne szükség, hogy ne kelljen ezeket a légkondíciókat ennyire használni, hogy a természetes légkondicionálás felé kellene elmozdulni. Persze, mert azt gondoljuk, hogy tehát mivel magunkat hűtjük, de abban nem gondolunk, hogy ezzel pedig a környezetünket fűtjük. Tehát, hogy... És egyébként baj, ez egy kisváros, itt el vagyunk egymás mellett, de Budapesten egyébként, ezt most több helyen olvastam, számos helyen problémát jelent, ahol annyira közel laknak egymáshoz, annyira közel vannak a házhoz, hogy az egyik lakónak, a légkondícióberendezéseknek a kültéri egysége az a meleget pontosan befújja a másik embernek az ablakán. Tehát ahol ilyen nagy a népsűrűség, ott ez valós napi szintű problémát jelent, hogy nem lehet minden lakásban légkondícióberendezést üzemeltetni. Tehát sokkal inkább azt kellene, hogy eleve ne melegedjen föl a város. És egyébként, hogyha megnézzünk akár nyáron is, vagy akár télen is ilyen infraképeket, azt látjuk, hogy hőszigetekben élünk. Tehát a mi városunkban sokkal melegebb van, mint a környékén bárhol. És ez bármelyik városra igaz. Tehát hőszigetek, úgy szoktam mondani, egy kicsit szélsőségesen fogom, hogy térkősivatagokat hoztunk létre, és ezekben próbálunk megélni. Hát ebben nem igazán sok logika van. Köszönjük, Zoli, a lehetőséget. Ide látogattunk ugye a mérőállomáshoz, ami itt található az egyetem területén. Mi az, amit mértek ezzel kapcsolatban, és milyen célt szolgál ez? Tulajdonképpen ez egy komplett meteorológiai állomás, aminek ugye az a célja, hogy olyan adatokat gyűjtsön itt a közvetlen környékről, ugye a környezetünkről, amit mi fel tudunk használni így a munkánk során. Ugye mi mérünk itt szélsebességet, szélirányt, hőmérsékletet, páratartalmat, csapadékot, illetve párolgást. Ez mindegy adatbázisban, egyébként nyilvánosan hozzáférhető adatbázisban kerül összegyűjtése. Elsősorban az a célunk, hogy a saját kutatásainkhoz, vagy a szakdolgozóink, a hallgatóink, a saját szakdolgozatunk az elkészítéséhez tudják használni, de érdekes következtetéseket lehet tapasztalni, lehet mérni. Ugye mi is tapasztaljuk az átlag hőmérséklet a növekedését. Ez az állomás, ez kb. 10 éve van meg, tehát 10 éve gyűjt adatokat. Ez a 10 éves adatsor, ez már egy olyan valami, amivel lehet valami mit kezdeni. Tehát alapvetően ilyesmire használjuk ezeket az adatokat. Meg tudnál osztani egy-két érdekességet, amivel találkoztatok az elmúlt időszakban mondjuk? A legnagyobb érdekesség, amit ennél az állomásnál valaha tapasztaltam, hogy lehet, hogy még emlékszik rá mindenki, nagyon régen történt, másfél évvel ezelőtt egy évelején, 2022 évelején volt egy nagy vulkánkitörés a Földnek a túloldalán tulajdonképpen, Új-Zélandtól nem messze. Egy nagy robbanásszerű kitörésnek egy olyan lökés hulláma volt, ami többször megkerülte a Földet. Ez a légnyomás változásában volt tapasztalható, és ezt a mi műszereink is mérték, akárhány, mert többször is átaladt ez a lökés hullám. Ezt tulajdonképpen úgy kell elképzelni, mint egy hatalmas nagy robbanásnak egy ilyen a légkörben elindított hullámmozgás, és ezt a légnyomás változásában mi is tapasztalhattuk. Tehát ez volt egyik legérdekesebb jelenség, amit itt mi tapasztaltunk. Ebből egyébként készült is akkor egy újságcikk, meg ugye ezt sok más magyarországi mérőállomás is tapasztalhatta. De ugye a szélsőségesen nagy csapadékokat is, tehát mikor lehullik egy fél óra alatt egy olyan mennyiségű csapadék, ami ugye jellemzően a Penny Marketnek a parkolójában szokott megállni, de vannak Baján ezek a klasszikus helyek, ahol összegyűlik a hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadékvíz, hát itt mi ezt számszerűsíteni is tudjuk. Tehát meg tudjuk egyrészt mérni, hogy ami itt lehullott csapadék az mennyi volt, illetve látjuk azt, hogy kis területeken belül is óriási nagy különbségek vannak. Egy Baja már bőven elég nagy terület ahhoz, hogy tapasztaljuk azt, hogy lehet, hogy a város egyik fele teljesen száraz marad, miközben a másik felén az utcán folyik a víz. Ugye mi az adatainkat, azt az Országos Meteorológiai Szolgálatnak a hivatalos adataival tudjuk összehasonlítani. Az ő mérőállomásuk a Szegedi úton a csillagvizsgálónak az udvarában van. Ez a hát légvonalban talán egy ilyen 6-7 km távolság, ez azért gyakran látszik, hogy ez
ez nagyon nagy távolság. És hogy itt visszautalnék arra, amit korábban beszéltünk, hogy nehéz leírni a jelen állapotot, mert hogyha ekkora távolságokon belül is ilyen nagy különbségek vannak, akár a téli hőmérsékletben is, vagy akár a nyári csapadékokban, akkor látszik azt, hogy igazából majdnem 10 méterenként kellene egy meteorológiai állomást telepíteni mindenhova a Földön, ahhoz, hogy tényleg nagyon-nagyon pontos és egzakt méréseket tudjunk végezni. Meg ugye, ahogy beszélgettünk erről is, most, ahogyan ide jöttünk, például azt, hogy ugye szeptember van, és abszolút nyárias az időjárás, ezt is említetted, hogy ennyire megváltozhatnak az évszakok, tehát lehet esetlegesen arra számítani, hogy lenne ilyen jellegű változás? Igen, igen, azt ugye, szerintem azt mindenki látja, hogy az évszakaink megváltoztak. Csak az is kérdés, hogy ez hogyan fog a továbbiakban történni ez a változás, illetve mennyire lesz tartós. Voltak olyan jelenségek az elmúlt 10-20 évben, amik azóta el is tűntek, tehát hogy nem voltak tartósak. Most ugye mit tapasztaltunk? Van egy nagyon-nagyon későn kezdődő enyhetelünk, tehát a december az gyakorlatilag még őszi hónapnak szokott igazából számítani. Január-februárban talán van valamennyi télies hőmérséklet, meg esetleg valami látványhavazás, de utána március-április még nagyon-nagyon hideg tud lenni. Ugye most komoly gondokat okozott idén is, meg tavaly is, meg tavaly előtt is, hogy rengeteg gyümölcsfának elfagyott a virág, és ez a gyümölcstermésünkre van óriási nagy hatással. Utána jön a május, ami általában ilyen gyors, hirtelen átmenet szokott lenni a tényleg hideg tavaszból a meleg nyárba. Utána jön egy hosszú, száraz, mondjuk az idei nyár az talán pont nem volt annyira száraz, mint az elmúlt nyarak, de azért az idén is például az alföldi területeken még mai napig komoly aszály problémák vannak. De ugye eljött a szeptember, és ugye ugyanolyan szeptember, mint az előzőek, hogy meleg, 30-32-33 fokok vannak, de tulajdonképpen a szeptember is gyakorlatilag nyári hónapok sorába írta be magát. Ezután általában egy hosszú, nagyon lassan csökkenő hőmérsékletű száraz, meleg őszünk szokott lenni, és tényleg eljön a december, eljön a karácsony, és nem, hogy havazás nem tapasztalatunk, de még nagyon fagyott se. Most kérdés, hogy ez mennyire lesz tartós, hogy ez hogyan fog változni a továbbiakban, hogy tényleg el fognak tűnni teljesen a teleink, vagy visszatérhet esetleg egy olyan ciklus, amikor ismét hidegebb teleink vannak, hogyan fognak megváltozni a tavaszaink. Ez mindig olyan kérdés, amire igazából a jövő fogja megadni a választ, mert csak sejtéseink lehetnek ezzel kapcsolatosan. És természetesen, ahogy beszéltük, mi is befolyásolhatjuk egyenként is, illetve közösségi szempontból is az időjárást. Ha lenne egy üzeneted még a lakosságnak, amit mindenféleképpen szeretnél kihangsúlyozni ezzel kapcsolatban, akkor mit mondanál, vagy mit mondasz? Hát én azt mondom, hogy talán a legfontosabb az lenne, hogy mindenki egy kicsit, ha megpróbál napra kész lenni ebben a témában, megpróbálja követni azokat a kutatási eredményeket, amik ezzel kapcsolatosak. Tehát sokan egyébként gyakran negatív színben gondolnak a kutatókra, hogy biztos lefizetik őket, meg csak még több villanyautót akarnak nekünk eladni. Hát valójában nem erről van szó. Mindig lesznek olyan cégek, akik megpróbálják meglovagolni majd az éghajlatváltozást. Ugyanúgy a háborúból is sajnos meggazdagszanak sokan, ugyanúgy az éghajlatváltozásból is megpróbálnak meggazdagodni bizonyos cégek. De ugye alapvetően a problémát kell nézni, hogy az éghajlatváltozás az valós, és az is valós, hogy ez az ember valamilyen, direkt nem mondok számot, hogy milyen mértékben, de valami mértékben az ember is ezt befolyásolja, az ember is ezzel kapcsolatban bizony felelősnek mondható. Éppen ezért felelősek vagyunk a saját életünkért, a következő generációknak a jövőjéért. Át kell alakítani egy kicsit az életmódunkat és a környezetünket. Hát amit minden ember megtehet, és ez a minimum, amit szerintem minden embernek meg kell tennie, hogy napra kész ezzel kapcsolatban, és egy kicsit megpróbálja elfogadni és követni ezt az egész folyamatot. Nagyon szépen köszönjük a gondolatokat és a beszélgetést. Köszönjük, hogy itt láttunk. Én is örülök, hogy itt voltatok. Ennyi fért bele a Zöld úton mai adásába. Egy hónap múlva ismét friss magazinnal várjuk Önöket a képernyők elé, amelyben bővebben beszámolunk, például a méhészek jelenlegi helyzetéről is. Tartsanak velünk októberben is, addig pedig vigyázzanak magukra és környezetükre. Viszontlátásra!